a csatakijátások megvoltak. A két csapatkapitány, illetve a játékvezető és a két partjelző maradott a kezdőkörön belül. Itt láthatjuk a Sényőiek kezdőcsapatát. Nagy Máté Zsolt véd az együttesben, mezőnyben Bodó Gábor, négyesek, Klepács Krisztián, Szilvási Péter, Fenyőfalvi Dávid, Barta Gábor, a csatársorban Toldi. És nagyon úgy néz ki, hogy marad a felosztás, tehát az MTK tőlünk jobb oldalra fog játszani, a Sényő pedig bal oldalt. Itt az MTK kezdője, tehát Somodi Bence a kapuban, a szélen álhóvéd, Nagy Zsombor, James Weir, Grozáv, Bojan Miowski, Kocsis, Perkovics a középhátvéd, Kovács Réti, Palincsár, illetve Nagy Barnabás is ott van a kezdőcsapatban. Perkovics. Kovács Réti szépen tolja meg. Az indítása nem volt jó, ugyanakkor ott van álhó a szélen, nem ő kapja, Miowski. Az egy nagyon szép egyéni akció, és végül is Grozáv megszerzi a vezetést az MTK javára a 9. percben. Itt láthatjuk még egyszer, Kovács Réti lövése lepattan, Miowski nagyon szépen látja meg Grozávot ott az üres terület előtt. Ez így röviden az MTK vezető találatának a története, de lehet, hogy lassan a második is. Újabb szép labda, és egy nagy védés Nagy Zsolttól. Egy lágyível és Miowskinak, majd egy lövés, és egy óriási gól! Bojan Miowski! Hát mekkora gólt lőtt! Neki is megvan az első magyar kupa gólja. Itt van még egyszer a beemelés, aztán pedig a felső lécet is érintette a labda. Szenzációs találat! 2018. júniusában játszotta az utolsó mérkőzését, azóta csak a partvonal mellől irányítja a játékosait. Kovács Réti is sprintel a labdáért, és sikerül is megszeridítenie azt az alapvonal előtt. Álhó! Kovács Rétivel gyönyörű az összjáték, visszateszi sarokkal, ez pedig így Tanári. Kovács Réti tette vissza Álhónak a kényszerítőt követően. Azóta egyre kevesebbszer sikerül ez. Palincsár. Ismét Álhó. Lassan hárman a 16-oson belül. Álhó. Jó, és a középre tett labda Grozáv fejjel mellé. Nem látta szabálytalannak az MTK játékosát. A játékvezető, az egy gyönyörű kiugratás. Kovács Réti. Még mindig nála. Kovács Réti. És végül is ez bent van. Itt van még egyszer a labda, ahogy a 16-oson belül tologatta Kovács Réti. Na tehát egy négyes csere történt a hazaiaknál, és közben egy nagyon rossz hátra tett labda, és meg is bünteti ezt az MTK. 5-0. Nagyon rossz hátra paszt próbált meg meghúzni az egyik sényői hátvéd. Márkó Perkovics, ismét Kaká. Nagyon jó a csúsztatás, Vancsa ebből megindulhat, Kosznowski fut be középen mellette, illetve a túloldalon Herrera. Vancsa Kocsist választja, ez így zicser és nincs bent. Óriási labdát kap közben Kocsis. Ott van még a lecsorgó, nagyon... Az pedig így már akkor bent van. Épp azt akartam mondani, hogy Vancsa okosan belsővel próbálta megoldani. Herrera tökéletes labdát adott Kocsisnak. Oda kerül Vancsához a labda, aztán pedig a blokkról levágódó labdát Kosznowski könnyedén helyezte a kapu bal oldalába. Farkas kinn a szélen. Lakatos a keresztlabdával, sikerül megtartani, majd aztán Toldi irányába jó a kiugratás, és Somodinak kell védeni egy nagyot, ott a kipattanó, ez pedig mellé megy. Kocsis, ismételten 5 MTK játékos rohamozhat Herrera bekapcsolódásával, ez már 6-ra nő. Továbbra is ott van a helyzet, és a lecsorgó labda.
Kancsa! Eddig is ragadt a lábához a labda, most sem passzolta le. És a 16-os vonalával párhuzamosan végigrobogott itt a kapu előtérben. Többen is csak nézték. Nem volt egy erős lövés, de kellően pontos ahhoz, hogy megszülessen az MTK 7. találata. Mancsa pedig a felnőtt csapatban megszerezze a 2. gólját. Herrera. Vámos mellett teszi tovább. De egy nagyon szép egyéni megoldás. Továbbra is ott a labda, a Drillo lövését védi Nagy. Nincs meg a 8. gól. Ők viszont előbb játszanak majd. Ez egy gyönyörű kiugratás. És nem sikerül Vancsának átemelnie Nagy fölött. Nagy ezt már nem fogja. Nagyon úgy néz ki előre ívelni. És ez volt a mérkőzés utolsó mozzanata. Az MTK nagyon sima 7-0-ás győzelmet arat a Sényő otthonában. Ezzel pedig tovább jut a Magyar Kupában a legjobb 32 közé.